van az Anya Szent Egyház? Mit tanulunk meg ebből a történetből? Az első, amit megtanulunk ebből a történetből, hogy három dolog összefügg. Isten, gyülekezet, hívő. Ez a három összefügg. Nincs egymás nélkül. Isten annyira szerette ezt a világot, hogy ő azt akarja, hogy az emberek az ő gyermekei legyenek. Ezért ő tette meg a legnagyobb lépést. A mennyből eljött ebbe a földi valóságba, testet öltött formában, Jézus Krisztusban. Ő akarta Jézus Krisztus a gyülekezetet. Az Anya Szent Egyház nem létezik gyülekezet nélkül. És a gyülekezet nem létezik a hívők nélkül. Hogy olvastuk az igében, mindig együtt voltak. Egy lélekkel hol? A templomban. Ez az, amit 2023-ban újra el kell mondani. Nincs Isten népe, nincs Anya Szent Egyház gyülekezet, és nincs gyülekezet hívők nélkül. Ezt azért kell elmondani 2023-ban, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy de igen, létezik Anya Szent Egyház, létezik gyülekezet nélkülem is. Én lehetek a magam módján, a magam rendje szerint, a magam ötletei szerint is keresztény. Lehetek én a saját magam módján az Isten gyermeke, majd én eldöntöm, hogy milyen módon vagyok az ő gyermeke. Mert manapság már ez van a családban is, a gyermeknek jogai vannak, hála Istennek, de azért ne esünk abba a túlzásba, hogy föl lehet jelentenie a szülőt, ha ő nem kapott meg mindent, amit ő elképzelt. Márpedig itt tartunk. Nincs az embernek önmagának joga, hogy azt mondja, hogy Isten, én úgy vagyok a te gyermeked, ahogy én a magam rendje szerint eldöntöttem. Isten azért adja az egyházadat, azért adja a gyülekezetedet, hogy azon keresztül légy az ő családtagja. A gyülekezet tehát egy család, egy családi közösség. Nézzétek meg, az Anya Szent Egyház megalakulásának az idejében nincs olyan, hogy valaki önállósodik. Együtt vannak egy lélekkel, egy szívvel a templomban. Ezért, kedves testvéreim, a gyülekezet nélküli lét az nem az Isten akarata szerint van. A gyülekezet közösségéhez és az ő templomi, otthoni, ez a lelki otthonunk, templomi, otthoni találkozás nélkül nincs kereszténység. Nincs Anya Szent Egyház. Nem tartozol hozzá. Aki még nem tette be a lábát a templomba, akinek még nem volt ilyen élménye, hogy itt megtalálja a csendességet, megtalálja a testvéreket, és találkozik az élő Úrral, az kívül maradt. Az nem az Anya Szent Egyház tagja. Akármennyire azt gondolja. Fizetheti az egyház fenntartóit, még akár meg is lehet keresztelve. Nem az Anya Szent Egyház tagja, ha nem gyakorolja. Olyan sokszor hallom a kedves barátaimtól, ismerőseimtől, hogy hát engem nem segített az Úristen. Pedig ott van az imádság. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és nekem nem sikerültek ezek a vállalásaim, meg a vállalkozásaim. És mondom neki, barátom, figyelj csak, az Isten, hogy mondja a 133. Zsoltár? Mi jó, mi szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Oda küld áldást és életet. Testvéri közösségben kérted? Szoktál az Isten családjában megjelenni? Hát nem. Akkor milyen jogon várod el, hogy ő gyermekének tartson és atyai szeretetének minden látható jelét átadja? Te nem vállalod föl őt, de elvárod, hogy úgy bánjon veled, mint azzal, aki viszont itt van minden vasárnap, imádkozik, olvassa az igét, hát nem vagy a családja tagja.
Ezen gondolkodjunk el, hogy talán az lehet nagyon sokszor a mi szegénységünknek, lelki, családi, egyéb életünknek a szegénységének a háttere. Hogy van nekünk egy csodálatos atyánk, az örökkévaló. Csak mi valahogy nem akarunk az ő gyermekei lenni. Nem akarjuk igazából az örökséget. Elvárjuk tőle, de nem teszünk meg érte semmit. Erről olvasunk, hogy bizony akkor mindenki egy szívvel, egy lélekkel az Isten házában volt. Ezért voltak ők gyülekezet. Aztán mit értünk még meg az Atyaszentegyházról? Megértjük az Atyaszentegyházról, hogy miért van. Szokták tőlem kérdezni, hogy ti miért vagytok? Miért vagytok? Mi szükség van rátok? Hát 21. században mi a ti portfóliótok, amit föl tudtok ajánlani az embereknek, amiért ti létezni egyáltalán jogosultak vagytok? Mit tudtok nekünk adni? Ugye ismerős a kérdés. Lehet, hogy önökben is, bennetek is fölmerült már. Mi értelme van az Atyaszentegyháznak? Nézzük csak meg, mi történik. Semmi különleges. Semmi. Az történik, hogy a tanítványok, az apostolok hirdetik az Isten igéjét, hogy mondja a Biblia, ennek az életnek, hát nyilván a Krisztusról van szó, Jézus Krisztusban van e világi és mennyei élet, ennek az életnek minden igazságát hirdetik. Evangélizálnak. Hirdetik az Isten szeretetét, a feltámadás evangéliumát, a bűnbocsánatot, és segítenek a rászorulókon, és gyógyítják a betegeket. Kicsit déjà vu érzésünk van, mert Jézus Krisztus ugyanezt tette. Jézus Krisztus semmi extrát nem tett a mai értelemben. Nem csinált műsort, nem csinált táncos mulatságot. Egyetlen egy dolgot csinált. Szerette az embereket. Hirdette az evangéliumot és segítette őket. És ugyanezt teszik a tanítványok. Mert tudjátok, az Atyaszentegyháznak ennyi a feladata.